Sziasztok! Eljött ez a reggel is. Mondtam, hogy a keresztvizsgára. Hát, meglátjuk, hogy fog sikerülni. Én bízok a legjobbakban. Ja, akkor jól tanulsz, hogy nem mentek vizsgázni előtte való nap. Nem nagyon foglalkozott majd a próbavizsgát, vagy a keresztet. Mert azt én tanácsként olvastam, hogy előtte való nap is nagyon rányomtok, nagyon foglalkoztok vele. Akkor képesek vagytok túlszereszteni, nem tudtok eleget pihenni, és akkor főleg, ha ilyen reggeli órákat kaptok, mint én, akkor azért eléggé rányomhatja a bélyegét, ha nem tudtok pihenni. Ha jöttél valóban, próbáljatok pihenni, kikapcsolni, de ezzel foglalkozni, mert igazából az az egy nap, az már nem azt nem szoroz, aztán meglátjuk. De aki mostában fog menni keresztvizsgára és néz engem, annak sok sikert szeretnék kívánni. Most már kezdek azért kicsit izgulni, hideg is van, mit kell magad, és akkor nézzük át azt, hogy mit kell magaddal vinni egy keresztvizsgára. Most mivel tart el a Covid-járvány, ezért mindenkinél lennie kell maszknak, meg egy gumikesztyűnek. Lennie kell nálad kell legyenek az okmányaid, a személyes okmányaid. Én viszek magam egy tollat, és hát ha alá kell valamit írni, és inkább a saját tollammal írom alá. És igazából ennyi. Mert amúgy toll se kellene, de hát én inkább biztos, hogy tudnak biztosítani, de én inkább a sajátommal írok le, vagy az egész keszthűz, de most már egy érintőképernyős számítógépnél történik. Arra is kíváncsi ezek, hogy annó, akkor voltam a keszthűzgán, akkor azért érezhetően kicsit néha akadt, nem annyira érzékelte az érintéseket. Így kíváncsi leszek, hogy gumikesztyűben hogy fog reagálni. Bocsánat, hogy kicsit remeg a kamera, csak kicsit fázik a kezem, mert elég hűvös van, de nem majd még találkozunk. Na, sziasztok! Készülök a... megvan a keresztvizsgám, túl vagyok rajta. Sikeres! 66 ponttal átmentem. Csücskös, épp hogy meglett, de legalább meglett. Már az annak idei a 70 pontos az jobb lett sokkal, de ez se lett rossz, 5 hibám lett, 2-3 pontos, meg 3 darab 1 pontos. Úgyhogy irány a vezetés, gyerekek. Plusz azt azért szeretném ezt hozzátenni, hogy azért igencsak féltem ettől a keresztvizsgától. Annól, amikor készültem, akkor ugye olyan próbavizsgákat nyomtam otthon a programmal, hogy végig buktam, szóval tán ugye az utolsó 10 próbavizsga, amit annól csináltam a keresztvizsga előtt, talán 1 vagy 2 volt, amin átmentem, és ilyen meglett a 65 pont legalább, viszont most ugye úgy voltam ezzel a gyakorlással, hogy az utolsó 10-ből szerintem 8 sikeres volt, és a 2 buktam meg. Így kicsit tartottam, hogy most ez egy rossz omen lesz, hogy ennyi sikeres vizsgát tartottam. De hát hál' Istennek sikerült. Úgyhogy boldogok vagyunk, és készülünk előre. És még annyit elmondani kell a keresztvizsgáról, hogy szerencsére nem kellett használni gumikesztyűt. Voltak benne készfertőtlenítők, így nem kellett gumikesztyűt használni. Elég hamar végeztem, nem is tudom mennyi az idő, mindjárt mondom nektek. 9 óra 21 van. 55 fele elkezdtem a keresztvizsgát, majd fog a buszra, körülbelül 1/4 óra alatt csináltam. Voltak benne ismerős kérdések is, de azért egy nehéznek nem mondanám. Hát a szokásos hibáim előjöttek, amik ugye ott a gyakorló programban is előjöttek, de a lényeg az, hogy megvan a keresztvizsga, úgyhogy fizetéskor megyek, fizetem be a vezetést, és akkor indul a mandula ismét. Ismét nekiállunk a 30 órának. Reméljük most már nagyobb sikerrel, mint tettük ezt legutóbb. Mert tényleg a lényeg, hogy megvan, örülök neki nagyon. Úgyhogy vezetés után találkozunk, sziasztok! Ja, és még szerintem lesz egy külön videó az EU-ről is, hogy az is hozzátartozik a jogosítványhoz, de mivel nekem azt már nem kell megcsinálni, mert a legutóbbi alkalom, és hát annó megcsináltam én az EU-t, így arról most nem fog külön videó, úgy nem lesz külön, hogy én most megyek készülök az EU-re, hanem egy ilyen rövid videóban le fogom mondani az EU-vizsgáról, amik az én tapasztalataimat és véleményemet. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!